A két határmenti település, Arad és Gyula 24 éve ápol testvérvárosi kapcsolatot, amit igyekeznek mindig egyre szorosabbra fűzni. Ennek egyik mérföldköve a Készfogások rendezvénysorozat, melynek szerda délután a Gyulai Városháza adott otthont. A Gyulai Várszínház, a magyar nyelvű Aradi Kamaraszínház és a román nyelvű Aradi Ioan Slavici Klasszikus Színház közös produkcióval készült a Gyulai Várszínház nyári évadára. Az eseményen erről is szó esett. A Shakespeare Fesztivál záró darabjaként a három Teátrum, a Rosenkranz és Guildenstern halott című Hamlet feldolgozást állított a színpadra, melyet Tapasztó Ernő rendezett. Nagyon fontos volt az idén, hogy a két, tulajdonképpen három színház együtt működése következtében egy közös produkciót sikerült bemutatni a Gyulai Shakespeare Fesztiválon. Ugye ez utána most Aradon, a Aradi Színházfesztiválon is be lesz mutatva. Ez egy olyan konkrét együttműködés, ami a hétköznapi munkát jelenti. Tehát akkor, amikor eltervezünk valamit, utána az a feladat, hogy azok, akik együttműködnek intézmények szintjén, civil szervezetek szintjén ezt megvalósítsák. Ebben az évben az Aradi Magyar Napokon fellépett a Körös Néptánc Együttes, illetve különböző közös kiállításokat szervezett a két város. A kultúra mellett a sportban is egymásra talált Arad és Gyula, hiszen idén is megrendezték a már hagyományos horgászversenyt. Szeretnénk erősíteni azokat a civil kapcsolatokat, nem csak a kulturális együttműködés területén, hanem a sport, az oktatás, a tudomány területén, amely erősíti mindazt a törekvést, amit már a korábbi években megfogalmaztunk, hiszen előttünk is még jó néhány 25 év van, reményeink szerint a következő városvezetésektől, testületektől múlik főleg ez, tudjuk nagyon jól, illetve a civil szervezetektől, de azokat az alapokat, amelyeket le tudunk tenni ebben az évben, illetve már a jövő évet vonatkoztatva, azokat a mai nap folyamán, a megbeszélés során ezt letisztázzuk. Decemberben a gyulai küldöttség utazik el az aradi készfogásokra, jövőre pedig a testvérvárosi kapcsolat 25. évfordulóját ünneplik.